Gájer Ferenc, aki a Magyar Jazz Szövetség elnökségének tagja, a Magyar Köztársaság ezüst érdem keresztjével kitüntetett zenész, szívesen emlékszik vissza arra a bizonyos januári kiskörösi koncertre. Mikor megkaptuk ezt a meghívást, mint Budapest Legtime-ben, akkor mondtam a kollégáimnak, hogy ez egy rendkívül kedves társaság, rendkívül kedves klub, nagyon vendégszeretőek, és mindenféleképpen el kell ide, hogy jöjjünk, és hát meg el is jöttünk, és itt vagyunk. A zenekar számos stúdió felvétel mellett rendszeresen turnézik Európa országaiban, Amerikában és a Kanári-szigeteken. 1990-ben ilyen turnén kérték fel az együttes vezetésére Gájer Ferencet. Leültünk a tengerparton, és akkor megbeszéltük, és akkor így rám dobták ezt a feladatot, és akkor azóta én vagyok a zenekar vezetője. Nem nagyon akarok ebbe mélyen belemenni, ez egy nagyon rögös út volt, sok kihívással, tanulással, feladattal, és a mai napig szerintem tanulom. Azért keresem a szavakat, mert nem is tudok, annyi mindent lehetne erről mondani, tehát ugye az emberi kérdés, a szervezési kérdés, a szinten tartani azt, ami mögötted van, egy olyan zenekart, egy olyan produkciót, amit amúgy mindig szinten kell tartani, mert ez nagyon fontos. Tehát így összességében ez nem olyan egyszerű. A Budapest Ragtime Band 1980-ban alakult, főiskolát végzett jazz és klasszikus muzsikusokból, akik a hagyományos ragtime zongorajátékot merész ötletekkel és újszerű hangszereléssel ültették át egyedülálló zenei hangzásvilágba. Később műsorukba jazz és Dixieland örökzöltek, a világon egyedülálló zenei paródiák, ismert slágerek és operák humoros feldolgozásai is kerültek. Az együttes tagjai amellett, hogy fantasztikus zenészek, jó nevettetők is. De mindig az alap, ez a tradicionális jazz volt, és a ragtime-ból kiindul, és a minőség, amire nagyon-nagyon-nagyon-nagyon adunk a mai nap, hiszen amikor kikerültünk külföldre a 80-as évek végén, a 90-es években, akkor az egyik, túl azon, hogy egy egyéni dolgot csináltunk, az nagyon fontos volt, hogy a tradicionális jazz játszó zenekarok közül olyan képzett muzsikusok voltak, mármint a Budapest Ragtime tagjai, akiknek igazán jól szólt a hangszer, tehát igazán klasszikus szinten szólaltak meg a hangszerek. A Budapest Ragtime Bandnek nem csak a ragtime muzsika megszeretetése a célja, hanem a közönség mindenkori, magas színvonalú szórakoztatása, melynek soraiban minden korosztály megtalálható. A kiskörösi koncerten vendégművészként fellépett Kelemen Angelika énekesnő.